Jó estét kívánok! 2 óra és 5 perc múlva zárul az ellenzéki előválasztás első fordulója, de aki 8 óráig oda megy a standokhoz és beáll a sorba, az még leadhatja a szavazatát. Most rögtön mondjuk el, hogy a legtöbb stand 6 órakor zárt, például itt Kőbányán és Kispesten is, úgyhogy most már ne nagyon induljanak el, csak ha tudják, hogy nyitva van a sátor, vagy online. Vannak olyanok, amik 8-ig vannak. Vannak, amik 8-ig vannak. Csak a legtöbb az 6-kor zárt. Az egyik vendégünk Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! És akkor, hogy kik vannak még itt? Itt van Juhász Ferenc, korábbi honvédelmi miniszter, és Komlódi Gábor ügyvéd. Jó estét mindenkire! Erről szerettem volna beszélni, legalábbis az első fél időben mindenképpen az előválasztásról, mert hogy úgy tűnik, hogy egy sikeres politikai termékről van szó, ezt mutatják a részvételi adatok. Röviden összefoglaltuk, hogy így nagyjából a zárás idején, vagy bizonyos helyeken még 2 órával a zárás előtt, hogy áll az első forduló íme. Hétfőn összesen 57 000-en boksoltak az előválasztáson. Az eddigiekhez képest változás, hogy több mint 23 000-en online szavaztak. Ez összességében azt jelenti, hogy az utolsó nap előtt 570 000-en vettek részt az előválasztáson. A Népszava közben arról ír, hogy az előválasztás második fordulója, ami az első 3 helyen végzett miniszterelnök jelöltről szól, majd egy hetet is csúszhat. Ennek oka, hogy a szavazólapok és az urnák eljuttatása a szavazókörökbe több időt vesz igénybe a tervezetnél. Te szavaztál már? Ő már igen, szavazta is. Jakab Péter egy valós méretű Jakab Péter kartonlappal buzdított szavazásra. Riválisai és a részvételre kérték a választókat. Fekete Győr András úgy fogalmazott, ha valódi változást akarnak, akkor szavazzanak rá. Karácsony Gergely pedig azt emelte ki, örül az egyre nagyobb számú online szavazónak. Az előválasztás első fordulójának eredményeit szerdán számolják össze. Először Budapest első számú választókörzetének szavazatait összesítik, majd növekvő számsorrendben számolják össze a körzeteket. Minden választókerület összeszámlálása után közlik a miniszterelnök jelölti verseny aktuális állását. Ugye még az előválasztás előtt arról beszéltek elemzők, politikusok, hogy 5% körüli részvétel az már szuper lenne, az 400 000 szavazót jelent, úgyhogy ez most ilyen 7,5% körül lehet. Ki mire következtet ezekből a részvételi számokból? Hát én arra következtetek, hogy a választóknak elege van az Orbán kormánytól. Tehát azt látom, hogy ez a magas részvétel azt mutatja, hiszen itt ugye, mint ezt megvitattuk, alá kell írni egy értéknyilatkozatot, amivel eleve vállalják azt, akik elmennek szavazni, hogy ők az ellenzéket támogatják, és nem az Orbán kormányt. És szerintem az nagyon fontos, hogy az emberek megértették, hogy most kezdődik el a 2022-es választási győzelem, és bele akarnak beszélni abba, hogy ki legyen majd a miniszterelnök, és kik legyenek a képviselők 2022-ben. Jó, hát ez persze 650 000 szavazat még édeskevés lenne. Ez nem egy merész következtetés az, hogy 650 000 ember elment előválasztani, az azt jelenti, hogy az országnak elege van az Orbán. Szerintem még őszintén szóval nem néztem meg, lehet, hogy rövidesen meg fogom nézni, de én ezt gyanítom, hogy az előválasztási szempontból egy világrekord körüli eredmény. Tehát ilyen magas részvétel egy előválasztáson, az nagyon-nagyon magasnak számít. És olyan helyzetben, azért ezt ne felejtsük el, amikor itt nem az állam bonyolítja le az előválasztást, hanem a pártok és a civilek közösen önkéntes munkával sok-sok 100 vagy inkább több ezer embernek a munkájával bonyolítják le ezt az előválasztást, csak nem lehetünk eléggé hálásak egyébként, mert hajnaltól éjjelig intézik ezeket az előválasztási ügyeket most már tulajdonképpen 11. napja, Szóval, hogy szerintem ez egy rendkívül nagy eredmény, és rendkívül fontos. Hallgatom itt Gergőt, és látom azért, hogy a gyakorló politikus azért azt tudja, hogy hogyan kell magánál tartani a szót. Ez a ki nem adja. Egyébként, hogyha visszatérünk a témára, akkor én ezt egy nem várt politikai sikernek tekintem, hiszen a legoptimálisabb becslések sem érték azt el, azt a mértéket, mint amit itt látunk. Az Egyesült Államokban onnan ismerjük ezt az intézményt, mint leginkább, ennek 5% alatti mértékkel fut ez a dolog, tehát mindenféleképpen van abban igazság, mint amit Gergő mond, ráadásul önerőből megszervezett, nincsen állami infrastruktúra, nincsen állami támogatás, nincsenek hivatalnokok, akik ott vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vannak apró problémák, vagy szépségflastrom is van ezen a dolgon, akkor azt tessék tudomásul venni, hogy ez az első, önkéntesek, aktivisták sokaságával, és egyébként egy totálisan legatyásított ellenzéki erőforrásrendszerrel sikerült ezt így megcsinálni. Az a következtetés, amit levont a Gergő, az enyémmel is találkozik. És nem lehet, hogy ez nem jelent annál többet, mint hogy mostanra az ellenzék is már tudja mozgósítani a sajátjait. Tehát ugye az, hogy kormányváltó hangulat, az talán egy előre szaladó becslés, de hogy legalábbis aki kormányt váltana, abból 650 000 ember már hajlandó volt felemelni a fenekét és tenni valamit. Szerintem ezek a klasszikus értelemben vett bázis mozgósítások, ezek már úgy a Facebook és a YouTube és egyéb csatornák igénybevételével szerintem jelentőségüket vesztették. Nyilván most is telefonálnak, meg most is van plakát, meg most is van, nem tudom, hangos beszélő, de azért azt látjuk, hogy pillanatok alatt egy-egy Facebook poszt eredményeképpen, vagy egy-egy jól megcsinált YouTube videóval még sorsokat lehet megfordítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez csatlakozva részben az előttem elhangzottakhoz, ott az emberek a jó értelembe vett jövőjükért való aggódás miatt vették a fáradtságot, hogy elmentek, és azért ezt muszáj hozzátennem, annak ellenére, hogy itt apró szépséghibákról beszéltünk, és én tudom, hogy ez fontos dolog, hogy van ez a demokrácia ünnepe, mert ugye azt gondolom, hogy ha én lehetnék demokrácia, szeretnék, azon ezen a héten mindenki elmondta, hogy neki van az ünnepe, meg minden napra esett egy demokrácia, mint Mária nap szokott lenni a naptárban. De szóval, hogy azért az egészen biztos, hogy ennek a szabályozását a jövőre nézve át kell nagyon gondolni, mert ha egyáltalán lesz még egy ellenzéki előválasztás, és nem fog valamelyik párt úgy megerősödni, hogy majd nem lesz rá szükség, mert a váltópárti minőség meg fog maradni a jövőben, vagy ki fog alakulni a jövőben. Szóval csak azt akartam mondani, hogy azért ezt át kell gondolni, mert nem tudom, hogy többen jönnének el akkor, hogyha kevesebbet veszekednének egymás, és persze a dolognak a természetéből adódik, hogy kell veszekedni, nem ezt akarom a rendszerből kiirtani, de azért a szabályozás szerintem, és kibújik az emberből a jogász ilyenkor, azt talán lehet, hogy átgondoltabb kell, hogy legyen, de hát... Na mindjárt beszélünk erről is. Magam előtt látom majd, amikor a választók ott fognak ülni, és a 300 oldalas szabálykönyvet olvassák, mielőtt eldöntik, hogy elmennek az előválasztásra. Egy jó szabályozás az mindig jó, én ezt tudom. Mert jogászokkal ilyenen nem vitatkozom. Mert hogy nem a választót köti, hanem a versenyzőt is. Ugye akkor már a választó is jobban tud választani. Abba gondoljatok bele, hogy a gránitba vésett alaptörvényünket is hányszor módosították már. Na tessék, hát ehhez képest itt, hogyha most apró módosításokat hajtunk végre, egyébként egy nem gránitba vésett, hanem most kipróbált rendszeren, az nem akkora nagy probléma. Hogy volt-e sok veszekedés, vagy sem, erre mindjárt térünk vissza, de azt kérdeztük önöktől, hogy az önök várakozásait meghaladta, vagy alulmúlta-e a részvételi eredmény, ami hát nagyjából most már teljesnek tekinthető. A nap kérdése következik. Az ellenzéki előválasztáson való részvétel meghaladta, vagy alulmúlta az ön várakozásait, ugye nagyjából 650 000 szavazatot becsülnek a nap végére. Meghaladta 85% és 15% mondta azt, hogy alulmúlta, ez elég egyértelmű. Tényleg sok volt a veszekedés? Mert hogy a Gábor azt mondta, hogy ezt lehetett volna kevesebb purparléval csinálni. Ugye emlékszem, hát az első vita, amihez volt némi közöm, ott pont az volt az egyik visszajelzés, hogy hát miniszterelnök jelölti vitának hívták, de hát hiszen alig volt vita. És aztán a végére azért már kicsit kicsücskösödtek a viszonyok, de hogy ez most vitáktól volt hangos, ez az elmúlt nem tudom én 11 nap, vagy inkább Én egyébként nem hiszem. Persze van néhány vitakérdés, van néhány ügy, én ilyenkor mindig szomorú vagyok, mert hogy szerintem nem erről kell szólni, de most hagyd mondjam azt csak, hogy a saját példámat, ugye talán van a nézők közül is, aki tudja, hogy pont itt a környéken, Kőbányán, Kispesten én itt két kiváló kollégával vívtam, hát még most már vívtam, azt hiszem itt már lezárult előválasztási küzdelmet, és úgy tudtuk végigcsinálni ezt az egész időszakot, hogy nem volt köztünk olyan fajta vita, amit személyeskedésnek, vagy egymás támadásának lehetett volna bármilyen mértékben. És vinni. Tudja, hogy megnyerte képviselő úr? Fogalmam sincs, hogy ki nyerte meg, nagyon kíváncsi vagyok. De akkor például, mert hogy ez a másik, ugye, ami, hogy vajon tudják-e a pártok, hogy ki hogy áll? És most ezt boncolgatja mindenki napok óta. Az ön pártjának az elnöke azt mondta például, hogy Klára nagyon nagyot ment, vagy nagyon nagyot megy. Hát, hogyha nem tudják, hogy ki, hogy áll. Hogy áll például Kálmán Olga a második kerületben. Bocsánat, akkor segítek egy kicsit. Az egyik ma már említett apró szépséghiba, ugye az, mikor a szavazat titkossága, az, amikor például, ha az úgy lett volna, hogyan egyszerűen szokott lenni egy szavazófülkébe, ahol persze dönthet a választópolgár úgy, hogy más előtt húzál, de annak egyébként lehet következménye, jegyzőkönyvezik, stb. Szóval ez így lett volna, akkor ezek a felrebbenő hírek nem hergelnek egyébként utána bizonyos, mert nekem nem azzal van bajom, hogyha van vita, mert igenis legyen, és azt akarom, hogy ütköztessék, mondják meg, hogy ki hogyan kezelné a járványügyi helyzetet, nem mintha pont ebben vita lenne. De azt nem szeretem, ha személyeskednek a televízióban, és a vita fele arról szól, hogy a te jelölted kicsoda, az én jelöltem, és én mit mondtam a múlt héten, te mit mondtál, vettetek-e rágógumit, kinek a pénzén. Tehát ezt az, ami elment abba az irányba, ami szerintem nem biztos, hogy helyes. És pontosan ez egyik ilyen hiba, ami apróságnak tűnik ugyan, de az, hogy én nekem nem volt módom és lehetőségem egyébként a sátor mellett a határúti metró megállónál jól behúzni. Nem volt szavazófülke maga. Igen, igen, az például látom ott a kacsingató tekinteteket, abból generálódnak ezek a sejtetések, hogy ki mennyit gondol, és aztán az pedig nyilván hozományaként bizonyos reakciókat, ami tök emberi és rendben van, hiszen ez egy verseny, csak ez egy jó példa arra. Szerintem, csak miniszter úr. Nem. Csak egy dolgot nem akar a levegőbe hagyni. Tehát azért szerintem Gyurcsány Ferenc nem azért mond ilyeneket, mert ott állt a Gábor háta mögött, hanem azért, mert bár tudjuk, hogy mindenki háta mögött áll. Hanem egyszerűen azért, mert jönnek az emberek, mondják, látjuk azt, hogy hányan vannak egy fórum, hogy Kispesten hányan voltak például, tehát azért ez sok mindent elárul, bocsánat. Gábornak igaza van, én szerintem néhányan eltévesztik azt, hogy itt nem egyéni versenyről van szó, hanem a pártok csapatversenyben neveztek be. Itt gyakorlatilag egy ilyen összekovácsolás előtti erőpróba zajlik, ami még egyszer mondom, szerintem sikeres, azzal együtt is, hogy nem helyes kirakni az ablakba számos olyan konfliktust, ami nem oda való. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy azért is eredményes a történet, mert látom a Fidesz reagálását, a pánikkormányzást, a riadalmat, az ijegységet, és hogyha én önmagában nem értékeltem volna úgy, hogy siker, látom az ő arcukat és a tevékenységüket, és innentől kezdve most már pontosan tudom, hogy siker. Egyszerűen azért, mert ahogy és amit kommunikálnak, ahogy az összes pénzt most gyorsan ideköltik, odaköltik, ahogy egy része menekül Marbellára, a másik nem tudom én mit csinál, számomra mind azt üzeni, hogy áttört az a gát, és ezt a Fidesz is érzi, amely végre megmozdítja a magyar emberek többségét a Fidesz leválthatatlannak hit hatalmával szemben. Már beszéltünk arról, hogy a hangnem, legalábbis az előválasztás végére kicsit élesebb lett. Bizonyos jelölteket ki is lőttek, másokat meg megpróbáltak kilőni, ezzel folytatjuk. Közösségi oldalán kampányfotók, fórumról, képek pártársaival és szavazásra buzdítás. Ugyanakkor hétfő este Ráczné Földi Judit Facebook oldalán feltűnt egy másfajta poszt is. A DK székesfehérvári jelöltje arról ír, hogy közjegyzői okiratba foglalt hivatalos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy soha nem volt offshore tulajdona, a dokumentumokat pedig elküldte az Országos Előválasztási Bizottságnak. Kedd reggel pedig az első bejegyzésében az áll, a bizottság kétharmados többséggel elutasította az ellene szóló vádakat. Szerettünk volna Ráczné Földi Judittal interjúzni, de a DK-tól azt a választ kaptuk, hogy az előválasztás utolsó napján kint kampányol a sátraknál. A párt szóvívőjét viszont elértük. Nagyon fontos, hogy csak a hamis vádakat megfogalmazók szavaztak a vád mellett, tehát Karácsony Gergely és Tóth Bertalan pártja. Mi azt várjuk tőlük, hogyha már félinformációkra és mendemondákra hivatkozva szólították fel a képviselőjelöltünket a lemondásra, akkor most kérjenek bocsánatot. Megkeresésünkre Karácsony Gergely azt írta, Tóth Csaba képviselőjelöltet is felmentette az etikai bizottság. Abban az esetben is a DK fehérvári vagy a Jobbik ózdi jelöltjével kapcsolatban sem jogi, hanem morális kérdésről van szó. Ugye ezekben a történetekben nagyon sokfélék, de egy közös van, hogy csak baráti tűz volt idáig. Tehát a Fidesz még egyetlen egy patront sem lőtt ki. Ugye az a helyzet, hogy minden jelölt, beleértve a miniszterelnök jelölteket is, aláírta az ellenzéki pártok közös etikai nyilatkozatának. Van egy negyedik pontja, és megnéztem, mert emlékeztem rá, hogy volt valami ilyesmi, ami arról szól, hogy a nyílt versengés szellemében lépek föl, a saját elképzeléseimet és alkalmasságot bizonyítom, és nem folytatok jelölt társaimmal szemben lejárató kampányt. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki ehhez tartaná magát. Szerintem a választók nagykorúak, rájuk bíztuk az előválasztással, hogy döntsenek. Én ennek a kilépjen vissza, meg ki mit csináljon, meg ki kire miért nem szavazna típusú dolgoknak, éppen azért nem látom értelmét, mert sokkal nehezebb lesz utána jó hangulatban együtt dolgozni a Fidesz leváltásán. Én szerintem nagyon világosan megállapítottuk, ebből a szempontból nagyon világosan megállapítottuk az előválasztásnak a szabályait, de hát az a helyzet, hogy ezeket be is kellene tartani. Nem kikényszeríteni, tudom, majd ügyvéd úr elmondja, hogy nincsenek szankciók és eljárásrendek és sok minden, mert hogy feltételezzük, és feltételezem én ma is mindenkiről, hogy győzni akar Orbán Viktorral szemben. Nem most kell nagyot domborítani, nem majd jövő tavasszal. Szerintem érdemes lenne megnyugodni egy-két kollégának. De nincs ebben valami csiki-csuki, hogy tartózkodom a másik lejáratásáról, de hogyha valamit megtudok, valami disznóságot a másikról, akkor azt nem lehet elmondani, mert aláírtam, hogy tartózkodni fogok a másik lejáratásáról. Hogy van-e feloldása ennek a dilemmának? Én hiperérzékeny vagyok rá, mert én a bőrömön éreztem azt, hogy milyen kinyitni egy újságot, amiben azt olvasom, folyamatos alaptalan vádak sokaságát. És ezért aztán mondják ugye az ügyvédek meg a joghoz értők, hogy van olyan, hogy az ártatlanság vélelme, hát én nem kaptam meg, és egyébként 6 évig kerestem a saját igazamat a bíróságokon. Nincs az ellenzéknek most 6 éve, illetőleg a megvádolt embereknek 6 éve arra, hogy a saját igazukat megkeressék. Ebben azt gondolom, hogy az óvatosság, a mértékletesség, az együttműködés, a szolidaritás az sokkal inkább igazító elv, semmint a vakvilágban megfogalmazott, vagy éppenséggel egyébként megfogalmazott állítás. Ha valakinek ilyenje van, akkor azt meg gyorsan rakja ki az asztalra, ami bizonyító erejű, mert akkor onnantól kezdve persze más a dolog, de egymást vádolni nem szabad. Én ebben egyébként érzek egy olyan hangulatot is, hogy ez a mondom az anyósomnak, hogy a feleségem is értsen belőle típusú dolog. Itt a miniszterelnökök jelöltek kikiszólása, meg bebeszólása, ez sokszor nem is arról szól, mint akinek címzik, hanem egyébként a riválisnak, meg a másik oldalon lévő pártnak. Sokszor lehet, hogy csak annyiról szól, hogy a jelölt, illetve pontosabban a delegáltak a sátorba úgy kukucskáltak, hogy ő éppen egy kicsit rosszabbul áll, és valamit kell csinálni azért, hogy visszakerüljön annak a rovására, akihez képest rosszabbul áll. De hát nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy konkrétan ennél a DK-s jelöltnél ugye itt az történt, hogy picit nagyon halványan, ugye, hogy azt mondták, hogy offshore cégben tulajdonos meg eljáró képviselő, ő meg ezt okiratokkal bizonyította, hogy nem, ami azért, hogyha kettőt hátralépünk, azért a nemleges bizonyítás, hogy én nem csináltam semmit, az is önmagában nagyon nevetséges, az is, hogy egyáltalán ezt egy előválasztási bizottság 6 párt delegáltja, miképp és milyen módon tudja, még akkor is, hogyha egyébként mindenféle politikai szándéktól függetlenül akarna ebből döntést hozni, hogy ez egyáltalán hogy lesz választási eljárás sértő. Gábor, de ne haragudj, de ez nem így van. Tehát amit mondasz, az nem igaz, hogy nem lehet bizonyítani, lehetett bizonyítani azt, hogy nem ő a tulajdonos. Hát ugye itt volt egy konkrét állítás. Az volt a konkrét állítás, hogy egy offshore cég tulajdonosa, és konkrét okiratot nyújtott be arról, hogy nem ő a tulajdonos. Ennél egyértelmű bizonyítást én nem tudok elképzelni. Azért tényleg nem véletlen, hogy az előválasztási bizottság 2 szavazattal 4 ellen döntött úgy, hogy nincs etikai. Világos. De én nem, tehát még egyszer hangsúlyozva, önmagában az, hogyha van egy állítás, ami egyébként eljárásjogilag, mert választási tisztesség szempontjából még akkor is, hogyha volt egy közös nyilatkozat, amiben nem is pontosan értem, mert a másik lejáratása rendben van, de hogy én nekem nem lesz offshore cégem, vagy olyan cégem, akiről más vagy azt fogjuk gondolni, hogy offshore cég, az nem tudom, hogy egyébként milyen választási eljárási szabályt sért. Nekem ez a problémám ebben. Értem én, hogy ő aztán okirattal igazolt, hogy nem igazak a bele felhozott vádak, én csak azt mondom, hogy innentől bárkire bármit lehet mondani, hogy megverte a kutyáját, meg nem tudom, mit csinált, aminek semmi köze nincsen a választáshoz, és azról már egy nagyon halkan teszem hozzá, tételezzük föl, hogy őt ezért nem válasszák meg a többiek. És majd aztán a másik megnyeri, aki egyébként most sütögeti a pecsenyét ennél a tűznél, és aztán róla fog kiderülni valaki, akkor előveszik azt, akiről korábban azt mondtuk, hogy mert valakinek indulni kell a Fidesz ellen. Szóval ezt most még nem tudom. Messzire vezet. Néhány perc reklámszünet, és utána folytatódik a naphíre. Számítok a figyelmükre. Arató Gergely, Juhász Ferenc és Komlódi Gábor a stúdióban, 3 séf, akik megpróbálták a reklámszünetben megfejteni a nemzet lakodalmának menüsorát. Ezzel töltöttük az elmúlt néhány percet. Komolyra fordítva a szót, a folytatásban arról lesz szó, hogy egy radikális csoporton ütött rajta a terrorelhárítási központ. Állítólag több ellenzék és kormánypárti politikus volt rajta a halállistájukon, az ő megölésüket tervezték. Összefoglaltuk a történetet. Sajtóhírek, saját blogja, valamint mozgalmának Facebook oldala szerint Posta Imre publicista, radikális politológus az egyike azoknak, akiket letartóztatott a rendőrség hétfőn, írta meg a Telex. A nyomozók emberülés előkészülete miatt csaptak le több helyen is a magát, a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya Bíróságának nevező csoport tagjaira. A központi nyomozó főügyészség közleménye szerint a csoport vezetői emberülések elkövetésére hívták fel a csoport tagjait azzal, ha ölnek, öljenek szépen. A radikális politikai nézeteket valló csoportosulás tagjaival a vezetőjük közölte, hogy hadiállapot van, és az igazságszolgáltatás tagjaira, így különösen a devizahiteles perek kapcsán eljáró bírákra és családjukra, idézem, az én ítéletem halál. Ezt követően a Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának bírósága nevében egy másik vezető szólalt fel, aki halálos ítéleteket hirdetett általa név szerint megjelölt állami vezetőkre, kormánypárti és ellenzéki vezető politikusokra, továbbá közéleti szereplőkre, áll az ügyészség közleményében. Az Indexen megjelent egyébként a névsor, hogy kik vannak rajta ezen a halállistán. A teljesség igénye nélkül Palkovics László, Szlávik János, Jelasics Radován, ugye egy nagy banknak az elnöke, Müller Cecilia, Novák Katalin, de Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is rajta van. Szóval, hogy mennyire vehető komolyan ez az egész? Nagyon nehéz felelősen, lehet, hogy Feri jobban ért nálam, bár ő honvédelmi miniszter volt, de azért ő jobban ért a minket fenyegető veszélyekhez. Nekem egy picit így megmosolyogtam, hogy hát a Facebookról és a blogról buktak le, tehát akkor azért nagyon erősen nem konspirálhattak, aki írták a Facebookra, de nehéz egy ilyen terrorfenyegetésről megmondani, hogy mennyire valós, azt hiszem. Azért vagyok kínban, mert a világ minden pontján vannak olyan emberek, akik egyébként a rendszerrel, vagy a rendszerben élő bárkivel elégedetlenek, és egyébként lázadnak a maguk módján, és terveznek mindenféle dolgot. Az országoknak, így Magyarországnak is megvannak azok az intézményes szervezetei, amelyek felderítésével ők ezt megakadályozzák, vagy megpróbálnak elébe menni. De ez az egyik oldal, és ezt többnyire jól csinálják, de mindenütt akad egyébként konfliktus. Ugyanakkor én ezt egy kicsit mókásnak gondolom, amit most ismerünk erről a történetről. Nem az a mókás, hogy egyes embereknek a fejében ez megszületik, hogy most különböző embereket likvidáljanak, hanem ahogy elfogták, ahogy lebuktak, ahogy ezt csinálták. Lehet ez valakinek a szamár, buta, múja, fedősztoria bizonyos történetekre, lehet ez figyelemelterelés, és még egyszer mondom, lehet néhány valóban elvetemült embernek a egészen buta és hát gyermekdet szövet. De azért mégis, tehát hogy itt a kulcs az, hogy mennyire vehető komolyan. Tehát amikor a festő bejön hozzánk, és a létrával összetöri a fürdőszoba tükröt, akkor lehet, hogy én azt mondom, hogy én ezt megölöm, de mégse jön ki a tek. Mert nyilvánvaló, hogy itt nagyjából ezzel a cselekmény, adtam egy tippet, ezzel a cselekmény le is zárul. De hát, hogy itt voltak hivatalos személyek, akik azt mondták, hogy az, hogy egy Fejér megyei faluban 4-5 ember összehajolt és készített egy ilyen halállistát, ez terrorcselekmény. Ez nagyon nehéz, azért azt, szóval ezek olyan súlyú bűncselekmények egyébként, ugye, hogy szokták mondani, a tárgyi súly olyan jelentős, hogy ugye olyan veszélyes a társadalomra, hogy azokkal mindig fel kell lépni, és a törvény leghatalmasabb szigorával. Én ebben abszolút nem azok közé tartozom, aki nem ismer tréfát, de az tény és való, hogy kicsit az is eszébe jut az embernek az a klasszikus vicc, a medve a halállistával az erdőben, amikor mindenkihez megy, hogy akkor és a nyuszik a kérdés, hogy nem lehet arról lekerül, de hogy nem, és akkor lehúzza. Szóval egy kicsit a komolyságát mutatja ennek a listának. Az tény és való, hogy az országban nagyon sok futóbolond rohangászik, tehát én találkoztam olyan hasonló egyesülettel, akik saját személyigazolványt állítanak ki, meg jogosítványt, és egyébként ha utána néz valaki, akkor ők már legutóbb bejelentették pár évvel ezelőtt a BRF-nek, hogy most, hogy ők ez megalakultak a magyar államon belül, tájékoztatják a főkapitány urat, hogy innentől nekük dolgozik. Szóval, hogy azért van egy-két ilyen szervezet ebben az országban. Ettől nem szabad megérni, egy dolog egészen biztos, hogy jó lenne tudni azt, és itt visszakanyarodunk arra, hogy hogyan működik a média, meg hogyan történik egy-egy felhajtás a világban, hogy ennek mi lesz majd a vége. Mert most nagyot durrant, de szeretném azt is látni, hogy ebből lesz a vádelmelés, és aztán szeretném azt az ügyészi nyilatkozatot is meghallgatni, ha esetleg ezeket az embereket ebben a konkrét bűncselekményben felmentik, hogy akkor mi volt. Nem tudom, nem akarok ennyire előszaladni, de szóval jó lenne látni végig az. Nagyon szórakoztató lehet egy gyakorló ügyvéd élete, ilyenkor derül ki. Oké, de egy olyan országban, ahol ilyen titkos föld alatti merénylő csoportok vannak, akkor tök indokolt lehet egy Pegasus nevű szoftvernek a használata például. Hát hogyne, meg indokolt, meg hát ugye van nekünk egy szép terrorelhárításunk is, itt is ők készítették a videókat, ilyenkor lehet menni nagy autókkal föl alá, földre teper gyanúsítottakat, meg kocsiba tuszkol gyanúsítottakat fényképezni, azért az is jót tesz a cég PR-jának, hogyha kijönnek ilyenkor ilyen videók, de az is érdekes szempont, amit mond, hogy hát az az érzésem, képviselő úr, hogy nincs kellően megijedve. Tehát az ön pártjának az elnöke és a miniszterelnök jelöltje is rajta hát volt. Húzzanak egy sorszámot, tehát mondjuk, igen, tehát hogy lehet, hogy ön lenne a következő, hogyha lenne itt még egy rubrika. Ehhez képest azért nincs olyan nagyon megriadva. Jó, de hát, mert azt gondolom, keveset tudunk. Tehát lehet, hogy majd előállnak konkrét bizonyítékkal, például arra, hogy itt valóban erőszakos vagy fegyveres szervezkedés volt. Akkor azért az nem, ugye volt ilyen, emlékszünk ilyen esetre, amikor sajnos haláleset lett a vége a történetnek. Én nem becsülöm le se a szélső jobboldali, sem a másmilyen terrorizmusnak a veszélyét, csak azt mondom, hogy ehhez kevés ez a sok a kép, sok a videó, sok a látványosság és kevés a konkrétum. Így van, tehát én szerintem ez egy borzasztóan szakmai hiba, hogy ahelyett, hogy felgöngyölítenék az egészet, mindenféle bizonyítékot begyűjtenének, a hátteret, a kapcsolatot, a nem tudom én micsodát, ahelyett minden gőzt gyakorlatilag a sípra eresztenek, hogy ide figyeljetek emberek, látjátok, hogy hú, mi történt, miközben egyébként nem pontosan lehet tudni, mert a síp gőze eltakarja a lényeget a szemünk elől. Mintha fontosabb lenne a kommunikáció, mint a felderítés. Így van. Alapvetően arról szól, hogy ez a rettenjetek meg, erről szól a politikai üzenet, aki eldöntötte a tech környékén, hogy ezt ki kell adni és meg kell csinálni, viszont nem tettek hozzá elég háttéranyagot ahhoz, hogy az emberek vagy az érdekeltek ettől tényleg megrettenjenek. Arról tudsz valamit, Gábor, hogy mi lett azzal a fiatal fiúval, akit azért vittek el, mert hogy ISIS terrorista? Na, ez egy nagyon jó felvetés. Te mondtad, hogy kíváncsi vagy, talán miniszter úr, hogy ki mi lesz a folytatása ennek a történetnek. Ezért jó felvetés, nem tudjuk, hogy mi van vele. Elindult az eljárás, azt tudom, hogy előzetes letartóztatásba helyezték, illetve letartóztatták, most így hívják. Tehát, hogy folyik ellene egy eljárás, csak én ezt nem, tehát pontosan ez a jó példa rá, hogy elszem 3 vagy 4 hónap telt el, és fogalmunk nincs róla. És hogyha azért fontos ez, mert nyilván nem akarok én minden büntető eljárásról tudni, még azokról se szívesen, amiket én dolgozom, de másoknak. De az, hogyha van állítólag egy nagy durranás az elején, egy nagy füttya vonatban, és a vonatot azt meg nem látjuk meg, hogy hova érkezik, meg melyik vasútállomásra a végén, vagy hogy van egyáltalán vasútállomás, csak mindenféle baktereket rángatunk, vagy látjuk, hogy rángatják ott ezeket. Szóval azt jó lenne látni, és ez tényleg azért jó példa rá, mert jó lenne tudni, hogyha az a fiúról a végén kiderül, hogy igazából egy pukkantás volt, és nem történt semmi se, akkor az is annak is van egy üzenete, meg, és egy felelősségi köre, meg annak is van, hogyha aztán őt elítélik, nem csak ő lehet felelős egy ilyen ügyben, akár más is. De egy mondatot ne haragudjatok, azért mondjunk, hogy nem elbagatelizálni akarjuk a veszélyt. Tehát volt már Svédország, Olof Palméra emlékeznek talán a kedves nézők is, van őrült, és van olyan, aki Magyarországon is volt ugye hát, 2000-es évek elején ilyen, amikor akarjuk, csak egyszerűen az, ahogy ezt elénk tálalták, ez nehezen emészthető, nehezen fogyasztható, és nem tudjuk, hogy mi van rajta. Vagy az itthoni romagyilkosságok, abszolút igaza van. A mai utolsó sztorink az, hogy Cserhalmi Györgyöt, Kossuth-díjas színművészt nem hívták meg a saját aranydiplomájának a kiosztására. Vajon egyszerű szervezési hiba, vagy egy pitiáner hosszúállásról van szó. Röviden mutatjuk, hogy mi történt. Nem kapta meg az aranydiplomáját múlt héten Cserhalmi György a Színház és Filmművészeti Egyetemtől, írta meg a Blick. Megkerestük a színművészt, aki azt mondta, nem tudja, mi történt. Az egyetemet kell megkérdezni. Ő se postán, se e-mailben, se SMS-ben nem kapott meghívót a rendezvényre. Hozzátettem, hallja, hogy az egyetem azt állítja, ők küldtek meghívót, de azt ajánlja, nézzenek utána, hol kallódott el. A Nemzetszínészet címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla-díjas színművész szerint a háttérben az állhat, hogy bírálta az egyetem jelenlegi vezetését. Híradónknak azt is elmondta, ha kap meghívót, akkor sem veszi át az aranydiplomát. Biztos, hogy nem vettem volna át tőlük, de ezt hagyd döntsem el én. Tehát nekik az lett volna a dolguk, hogy kiküldjék, és én eldöntöm, hogy átveszem tőlük, vagy nem veszem. Miért döntött volna úgy, hogy nem veszi át? Hát elég szépen kiálltam én annak idején az egyetem mellett, a régi mellett. Akkor most szabad csúnyát mondani? Miért csinálnék én seggét a számból? Megkerestük a Színház és Filmművészeti Egyetemet, hogy miért nem hívták meg Cserhalmi Györgyöt a rendezvényre. Az intézmény válaszában az áll. A Színház és Filmművészeti Egyetem egykori hallgatóinak díszdiploma átadásával kapcsolatban minden információt megtalálunk az intézmény honlapján. Hát Cserhalmi rákereshetett volna, csak jelzem, hogy ebben a díszletben ülni akkor ilyen lehetséges következményekkel jár. Nagyon megtisztelő számunkra viszont, azt hiszem. Szóval, hogy ilyenkor nehezen találja az ember a szavakat, ilyen mértékű pitiánerségnek a láttán. Tehát de nem hiszi el, hogy szervezési hiba? Kossuth-díjas, nagyon hosszú életpályát befutott, egyébként nagyon történelmi bizonyos pillanataiban történelmi szerepet játszó, tényleg azt hiszem, hogy köztiszteletben álló színművésznek azt mondani, hogy hát tetszett volna megnézni a honlapot, hogy mikor van az aranydiploma átadás. Szóval most megnézi az ember, hogy más országban hogyan becsülnek meg, még amikor halálában is egy Jean-Paul Belmondót, és akkor az ember sajnálja azt, hogy egy ilyen nagyszerű művészt nálunk nem egy bármilyen párti és bármilyen irányzatú és bármilyen művészeti felfogású Színház és Filmművészeti Egyetem, bár ezt szégyen így hívni a mai intézmény, vezetés az nem megbecsüli, nem keresi, nem odahívja, egészen szomorú. Cserhalmi nem csinált titkot abból, hogy úgyse vette volna át. Akkor nem lehet, hogy egyszerűen ezt beáraszták, hogy úgyse fog eljönni. Bocsánat, még mielőtt erre a miniszter úr megtudja majd a választ. Én annyit hadd tegyek hozzá ez a tévedés dologhoz, hogy elhiszük, hogy elfogadjuk-e. Én elhiszem a zöldségesnek, hogy baromira nem tud számolni, és azért ad mindig rosszul vissza. De amikor tizedszerre mindig kevesebbet ad vissza, akkor felselik a gyanú, hogy valószínűleg nagyon jól tud számolni az a zöldséges. Szóval, hogy itt azt látom ebben a rendszer, hogy valahogy mindig úgy tévednek, hogy nekik az jó legyen a végén, és azért a pitjánerséghez muszáj hozzátennem azt, hogy azért ez az a főiskola vagy egyetem, aki azt tudta mondani, amikor egy komplett évfolyam lelépett tőlük a Free SF-hez, hogy egy ilyen himi-humi egyesület csábítgatja el a diákjait. Tehát, hogy körülbelül ezen a szinten tudnak kommunikálni. Hát meg lehetett volna azt mondani, hogy bocsánat, és akkor tényleg zárszó Juhász Ferencé, hogy hát elnézést. Nagyon rösteljük, ami történt. De ilyen közlemény nem jött ki az SZF-től. Soha a Fidesz kormány idején még olyat nem hallottunk, hogy elnézést, hogy bocsánat, hogy sajnáljuk, hogy szolidaritás. Egyszerűen a rendszer lényegében ez a pitiánérség van benne, és sajnos átveszik a kormányzattól, a kormányzati propagandistáktól ezt az egész magatartásmódot, és szégyengyalázat valamennyiünk számára, hogy ilyen megtörténhet egy egyébként zseniális színésszel. Elfogadhatatlan. Balázs Béla-díjas a nemzet művészet, ahogy fel sem tudom sorolni, hogy filmkritikusok díját nyert. Vajon akik úgy döntöttek, hogy akkor Cserhalmit azt ne hívjuk? Közülük csináljunk úgy, akár egy. Csináljunk úgy, tehát nem hívták. De nem is a kitüntetések az érdekesek. Tehát szerintem tényleg, aki Magyarországon a kultúrában nem mozgott, hogy nyomon követte, aki bement egy moziba, hát azt tudja, hogy ki Cserhalmi György. Szóval, hogy ez egy olyan egyedi nemzeti kincs. Érték, egy kincs, van, egy közkincs, ilyen ember, hogy hát szóval egészen felfoghatatlan. De úgy, ez az úgy csináljuk, tehát ez a hátulról jövünk. Nem azt mondjuk, hogy nem hívunk meg, mert te kiálltál és a székfoglalódba bennünket bántottál, nem azt mondják, hogy nem tudom én, Gizike eltévesztette, bocsánat, hanem ez az úgy csinálunk, mint aki meghívta, és miért nem nézte meg, és lehet, hogy valahol a postán van ez az egész dolog. Tehát még a felelősséget se vállalják, és ez az elképesztő. Igen, és bocsánat, és Cserhalmi György megteheti azt, hogy nem vesz át egy aranydiplomát, de egy egyetem nem teheti meg azt, nem, egyébként bármelyik diákjának. de különösen egy Cserhalmi Györgyöt meg se hív egy átadásra. Itt a vége. Köszönöm szépen a beszélgetést Arató Gergelynek, Juhász Ferencnek és Komlódi Gábornak. Önöknek meg a figyelmet. Most híradó, aztán egyenes beszéd és aztán voks. Televíziózzanak továbbra is velünk. Minden jót, viszontlátásra!